Most pedig kicsit átevezünk Gumpla, avagy Gundam témakörben fogunk hallgatni egy kis előadást. Tehát, hogyha szereted a mehás animéket, és szereted a kreatív elfoglaltságokat, akkor téged is szívesen látunk itt ezen a kis előadáson. Fogadjátok őket sok szeretettel! Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a kis Gundam Gunpla előadásunkon. Én Juhász Gábor vagyok, a kollégám pedig Herceg Szabolcs. Mi ketten fogunk bevezetni benneteket ebbe a rendkívül addiktív és kreatív hobbinak a történelmébe, illetve hogy hogyan is néz ki ez az egész. Egy kis történelem. Az egész a Mobile Suit Gundam nevű anime sorozatból indult, nem tudom, hogy hányan ismeritek esetleg. Ezeket a magasba, ha valaki ismeri. Nagyon jó. Annyit érdemes tudni az egészről, hogy a Mobile Suit Gundam előtt is volt mehás anime. Ezt is gondolom, lehet, hogy ezt többen is ismeritek, mint a Gundamet. Ezek pedig a Mazinger és társai sorozatok voltak, ezeket Super Robot érába soroljuk, amikor hatalmas, több épület magas robotok harcoltak űrlényekkel, különböző szörnyekkel, majd ezután jött egy nagy ötlet, hogy hogyan is tudnánk ezt érdekesebbé tenni, jött a Real Robot zsandra, ami abban különbözött a Super Robottól, hogy itt sokkal realisztikusabb alapra tették az alkotók az egész történetet és a megjelenítést. Emberszerűbbek lettek a robotok, emberek gyártották őket főleg katonai célokra, kaptak valósághű fegyvereket, sorozatban sokszor például ki is folytak a lőszerből, meghibásodtak, sokkal ember közelébb lett az egész, és kapott egy tudományos hátteret az egész. Ugye ennek az egyik érdekessége, hogy sorozatról sorozatra általában hangsúlyt fektettek arra, hogy fejlesztik a unitokat, ugye új technológiák, új képességeket kaptak. Így van. A sorozatok azok 1979 áprilisában indultak el. Az első volt a Mobile Suit Gundam, és azóta is a Sunrise, illetve más kiadók is termelik magukból ki a különböző Gundam filmeket, sorozatokat, még a mai nap is. Lesz hamarosan majd élőszereplős Gundam film is, amit nagyon várunk és reméljük, hogy jó lesz. És nem sírva fogunk kijönni a moziból. Ugyanis a Netflix hozza el nekünk. Igen, reméljük, hogy jó lesz. Szóval a különböző szériák között ami érdekesség, hogy létrehoztak maguknak saját kis univerzumokat, tehát a fő alapsorozat mellett több szálon indultak el párhuzamos világok, mint például Gundam Seed-ben, Gundam Double-ban, vagy akár mondhatnám az Iron Bloody Dolphins-t is, ami a legutolsó ilyen komolyabb sorozat volt, ami tévébe ment a japánoknál. Ez a következő díja. És mi is az a Gunpla? Erről is beszélünk, tehát a Gunpla az a Gundamből kialakult, mondhatni játéknak, hobbinak, maketnek, ezt nézzük meg egy kicsit közelebbül, maga a szó, a Gunpla, az a Gundam Plamo, Gundam Plastic Model szavaknak a kis szójátéka, 1980 óta létezik. Hát ahogy látjátok a képen, az első Gundam kit látható, ezek még nagyon statikus modellek voltak, nem tudtak igazából semmit azon kívül, hogy összeraktad és kiraktad a polcra, ezeket ki is kellett festeni, ragasztani kellett őket, tehát nem volt még annyira nagy élmény ezekkel foglalkozni. Aztán jött egy következő történelmi lépés, 1985-ben kitalálták a japánok az úgynevezett polycap technológiát, ami annyit jelent, hogy ilyen puhább műanyagokból öntöttek ki olyan alkatrészeket, amik lehetővé tették azt, hogy ezek a robotok tudjanak mozogni, mint egy akciófigura.
majd 1990 után volt a legnagyobb áttörés, amikor kitalálták a SnapFit technológiát. Ez annyit jelent, hogy ezeket a maketteket úgy tudod még a mai nap is összerakni, mint egy legót. Tehát van egy használati utasításod, ami alapján, hogyha végigmész, kivágod az alkatrészeket egy műanyag keretből, és mint egy legót össze lehet őket illeszteni. Mint a kép is mutatja, általában ez a Gantának a nagy előnye és érdekessége a mai napig a többi más makettel szemben, hogy SnapFit, tehát az alkatrészeket csak így összeszemlítseled, összerakod, alapból színre vannak öntve az alkatrészeknek a nagy része, ami nem, arra pedig kapsz külön színkorrekciós matricákat. Nem kell hozzá ragasztó, nem kell hozzá különösebb szakértelem ahhoz, hogy össze tud rakni, nem kell festeni, könnyen kiszedhetők a keretből ezek az alkatrészek, illetve tudnak olyan technológiával, úgynevezett multi-insert technológiával önteni műanyagokat, hogy különböző színű és anyagú, tehát a keménységben különböző műanyagokat egy keretbe, egy alkatrészbe öntenek össze, ami azért érdekes, mert ezeket az alkatrészeket, hogyha kivágod a keretről, akkor ezek már mozognak, anélkül, hogy más alkatrésztől összekötötted volna. És akkor most beszéljünk a Gantának a méreteiről, amikor átadom szót most Szabi kollégának. Köszönöm szépen. Igen, ugye a Gundam makettek esetében különféle méret kategóriákról beszélünk, ugye ezeket grédeknek nevezzük, ahogy itt a oldalt látható kép mutatja is, nagyjából el lehet képzelni, hogy milyen típusú eltérésekről van szó. Grédek esetében nagyjából úgy is működik, hogy minél nagyobb az adott makett, ugye annál komplexebb lesz az összeállítása, tehát úgy nehezedik lényegében a folyamat. Mi most megpróbálunk úgy nagyjából a könnyebbtől a nehezebb felé haladni a következő kis összefoglalóban. Elsőként ugye rögtön itt is van nekünk az elején, ugye az úgynevezett Super Deformed, vagy más néven rövidítve az SD változat. Tulajdonképpen a Gundam makettekből ez a kategória képviseli a legszélesebb skálát. Rengeteg kiadást és rengeteg átdizájnolást ért már meg. Ugye ezeknek jellemzője, hogy egy apró, többé-kevésbé méretarányos testre egy aránytalanul nagy fej kerül rá. Ez a csibis dizájn, úgy képzeljétek el. Igen, egy ilyen csibi dizájn kap. Tulajdonképpen ennek köszönhetően egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen mókás hatást keltenek a figurák. Igen. Ugye, kezdőbarát, tehát kifejezetten kevés alkatrészből áll össze egy-egy kit, viszonylag hamar összerakható, bár azért igényesebb emberek ezzel is el tudnak pepecselni. Igen, jelen. Ugye, mint már említettem, hogy számtalan kiadást ért meg, illetve rendkívül széles skálán mozog. Ugye ezt a képeken látni is lehet. Ugye itt rögtön alul például látunk egy klasszikusabb, egyszerű darabot. Ugyanakkor már itt például neki egy hasonló, kicsit komolyabb kialakítású egyedét látjuk, amely ugye az úgynevezett SDCS szériához tartozik. Ennek az az érdekessége, hogy a nagy ötlet, amivel előállt a cég, hogy egy belső csontvázat kapott, amely kicserélhető egy nagyobbra, ennek eredményeként még méretarányosabbá válik a figura, kicsit a mozgathatóságán is javít. Ugyanis ezeknek az egyik érdekesség az, hogy pont a méretéből, illetve a jellegéből adódóan nem a mozgása az elsődleges, amelyre tervezték, inkább az, hogy álljon valahol, hogy pózoljon és munkásan nézzen ki. Ugyanakkor viszont ugye az egyes egységek, egyes kiadások között nem csak ilyen technikai eltérések vannak, hanem például akár egy kifejezett dizájnbeli váltások is. Ez a kettő például ugyanaz a unitnak a leképezése. Ő itt az eredeti dizájnt tartotta meg, csak SD változatba átdolgozva, ő pedig egy speciális, kicsit ilyen fantáziba hajló sorozat újra gondolása, ahol ezek nem robotok, hanem élő lények, és ennek eredményeképp így a klasszikus, tradicionális japán, illetve kínai, illetve világtörténelmi dizájnokat kapták meg. Azt tegyük hozzá, hogy amiket most a Szabi, vagy az a Szabi beszélt most ez a két kit, ezek így kaphatóak a dobozban, tehát ezek nem átalakítások, hanem ezeket így lehet kapni, hogy az egyik a klasszikus meha stílusban van, a másik pedig ebben a kínai harci felszerelésben. Így van.
A következő legelterjedtebb grade, ugye ez az úgynevezett high grade, tulajdonképpen ez a standard vonala a Gundam maketteknek. Ugye nagyjából 15 cm magassága képvisel, és ugye mint az április látszik, ugye 1/144-es méretarány, ezt már többször megkérdezték tőlünk, hogy mi alapján mondjuk ezt mi rá. Hát ezt arra mondjuk, hogy ugye gyakorlatilag olyan szinten elterjedt már és kidolgozottá vált az univerzum, hogy egyes fanoldalakon, meg különféle hivatalos kiadványokban az egyes egységeknek a kifejezett méreteit is meg lehet találni, és ugye ezeket veszi alapul a gyártó, amikor megtervezi az adott makettnek a gyártását. Igen, és az 1/144 az úgy jön ki, körülbelül egy átlag Gundam az körülbelül ilyen 4 emelet magas, és akkor ugye ennek a 144. részét véve jön ki ez a 15 cm körülbelül. Igen. Ugye visszatérve a high grade-hez, maga a makett részletességét tekintve az SD-khez képest már sokkal jobban, mondhatni reálisabban mozgatható. Bár ugye attól függően, hogy mennyire régi kiadvány, még ennek is a korlátozottabbtól az meglepően extrém módon mozgékonyig terjednek a képességei. Illetve ezekhez, mivel ez a legelterjedtebb és a legszupportáltabb termékline, emiatt rengeteg különálló kiegészítő kitet adnak ki. Ennek részben az is az oka, hogy a japánoknál kifejezetten elterjedt az az igény, hogy az egyes maketteket saját igény szerint testre szabjuk. Ugye most itt egy picit kikacsintva, a magyar makettesek általában ugye úgy építenek meg mondjuk egy tankot vagy egy varázsgépet, hogy van hozzá egy komplett mintájuk, hogy hogyan is néz ki a valóságban az az adott darab, és ők azt a lehető legprecízebben próbálják meg megtartani, hogy a lehető legközelebb álljon hozzá a végleges darab. Mind a festés, mind az összeállítás szempontjából. Na most ilyen szempontból tulajdonképpen a japánok, illetve az ázsiaiak nagyon szeretnek ezektől eltérni, igazából kifejezetten néha extrém szinten képesek egy-egy kitet átalakítani. Erről majd későbbiekben lesz is egy-két képünk a listában. De most szerintem akkor menjünk tovább. Ugye a high grade után a következő kategória, az úgynevezett real grade. Méreteit tekintve ez megegyezik a high grade-ekkel, ám annál komplexebb, pontos emiatt ugye sokkal részletesebb dizájnokat kaptak az egyes egységek. Tehát több alkatrészből állnak, több kisebb alkatrészből állnak össze, a páncélelemek jobban kidolgozottak, több mintát kapnak. Míg a high grade-eknek van alternatív felhasználása, tehát sokkal inkább egy ilyen akciófigurához hasonlít, addig ez a fajta termékline inkább mondható már a vitrínbe való dekoratívabb figuráknak, ami igazából ugye a megépítés után talán inkább a figuragyűjtők szenvedélyét tudja felszítani. Igen, ugye említettem is, ugye, de pont emiatt, mivel apró részletek, emiatt ugye a megépítésük is némileg több időt igényel. Egyébként, amit Gábor kollega említett korábban, ugye a két különféle műanyag összeöntéséből, az kifejezetten ezen a terméksoron jellemző. A Master Grade, a következő bonyolultsági fokunk, ő már méretében valamivel nagyobb, ugye 1/100-as méretarány képvisel, maga, tehát nagyobb, mint maga a HG, illetve az RG, de pont emiatt részletesebb is egy kicsit, tehát még kisebb alkatrészekről beszélünk, még több mozgó mechanikáról, ami kifejezetten érdekes, hogy ugye itt már nagyon-nagyon-nagyon ritka eset az, amikor színkorrekciós matricát használnak. Szó szerint a legtöbb alkatrész valahogy úgy van megmókolva, hogy az is az adott színre legyen megvalósítva. Tehát ott van például ugye a mondjuk a Barbatosnak a térdén látjuk ezeket a, meg a vállán ezeket a mintákat. Tehát az több komponens összepattintásának az eredményeként éri el ezt a hatást. Igen, az a fehér rész az ki van vágva, és alatta van egy ilyen pirosas, átlátszó színű műanyag, amiben ezt az effektet elérték. Csak hogy így konkrét példát is hozunk arra, hogy mire gondolom. De, mint mondottam, ezeknek a kiteknek a legnagyobb érdekessége, hogy ezek még mindig nincsenek festve egyáltalán. Tehát, hogy ugye ez a különféle alkatrészek színre öntése félelmetesen jó ebben a dologban. Ugyanis aki kevésbé érzi magában a kreativitásnak azt az oldalát, hogy nem szeret makettezni, szeret összerakni, de nem akar mondjuk a festéssel bajlódni, ugye ezek kifejezetten hasznosak, mert maga az alap makett összeállítása után még a matricákat kell felrakosgatni rá, és tulajdonképpen egy teljesen jó vitrínbe állítható akciófigura vagy gyűjtői figura szintű
darabot kapunk. Igen, és most Szabit olyan matricákról beszélt, nem szinkorrekciós matricákról, hanem különböző jelzések, felségjelek, kis feliratok. Igen, így van. Ugye a frakciójelzések, unit számok, meg egyebek. Igen, ugye árban ezek már jelentősen drágábbak, hogy az előző két kategóriához képest, ugye, de tekintve, hogy mind méretben, mind részletességben összetettebbek, ugye ez azt is feltételezi, hogy nagyobb mennyiségű műanyaggal operál, mint a korábbi grédek. Ebből kifolyólag ugye időigényesebbek is valóban. Ja igen, még valóban. Ugye ezeknek még az érdekesség, hogy a korábbi unitokkal ellentétben itt már felmerült egy olyan igény is, ugye kifejezetten az, hogy a kiállított darab jól nézzen ki, hogy számos esetben átlátszó elemekkel dolgozik az adott kit mondjuk, és emiatt ugye beépíthető LED-világítás is ad hozzá ki a gyártó, amellyel némileg ugye meg lehet világítani, tehát kifejezett példa ugye erre most, a úgynevezett Unicorn sorozat, ahol az úgynevezett belső vázat, a Psycho Frame-et használják. Ez az emberek, a pilóták pszichikus képességének a felerősítésére szolgáló fejlesztés, amely üzembe helyezve ugye enyhén dereng, tehát így világít. Ennek hatását ugye lehet imitálni maketben is ezekkel a beépített ledekkel. A következő ugye a tulajdonképpen jelenlegi csúcsa ennek a makettes irányvonalnak, ugye az úgynevezett Perfect Grade sorozat, a PG. Hát lényegében ez a legnagyobb, mind közül ez a legnagyobb, emiatt ugye evidensen ugye a legrészletesebb is, és itt már tényleg olyan aprólékos elemeket, vagy olyan apróságokat is képesek több elemre, meg apró részletekre bontani, hogy az már így a lehetetlenség kategóriáját súrolja. Itt nem tudom mennyire látható például ugye a RX-78-asnak a dizájnja. Konkrétan az páncélelemeket leszedve még alatta a belső nem látszó részletek is részletek ki vannak dolgozva, mintára vannak öntve. Igen, tehát ezeket a perfect grade kiteket úgy tervezik meg a mérnökök, minthogyha egy valósághű robotnak a lekicsinyített mása lenne, tehát különböző szervíz aknákat fel lehet nyitni benne, mozgatható hajtóművek vannak rajta, a fej részénél szétnyitható, a pilóta fülkébe be tudsz nézni, és a többi rengeteg lehetőség van benne. Igen, rengeteg esetet láttam már, amikor diorámaként hasznosította fel ezt valaki, és mondjuk egy szép fogszínték karbantartást mutatott be a diorámával. Felnyitott páncélelemek, megmókol a technikus a kábelek között. Iszonyat részletes, emiatt ugye iszonyat drága is, meg ugye, mint az látható, méretében nézve is egy kicsivel magasabb, vagy nagyobb, mert ez már 1/60-as méretarányt kapta. Ugye evidensen, mivel drágább és anyagköltségben is jóval nagyobb, emiatt nem feltétlenül mennek bele minden egyes egység esetében ebbe. Kifejezetten szeretik ugye a fő egységekre, az úgynevezett hero unitokra lekorlátozni ezeknek a kiadását. És azt hiszem, hogy akkor itt most én visszaadnám a szót Gáborunknak. Köszönöm. Hát most, hogy megismertük a különböző nagyságú és komplexitású robotokat, most nézzük meg azt, hogy hogyan is lehet ezeket összerakni, vagy érdemes-e belefogni, mennyi időbe telik mondjuk, mennyi pepecselésbe. Három részre osztottuk ezt, az első állomásnak a Snapbuild-et neveznénk, amihez igazából csak egy csípőfogó, egy csiszolópapír vagy cike szükséges. A Snapbuild lényeg az, hogy a hozzákapott összerakási instrukciók alapján összerakod a készletet úgy, ahogy van, felrakod rá mondjuk a matricákat, és utána felrakod a polcra, és az úgy nagyon jól fog kinézni már alapból. A két kép az például csak egy simán összerakott két high grade kitről van fényképezve, tehát már ezeket eleve, hogy beállítod egy jó kis pózba, akkor bőven megállja a helyét a polcodon. Eltünk tovább. Igen, ide annyit hozzátenném még, hogy ugye ez az első állomás, mint olyan, ez a belépő szint, tehát ez az, amit bárki meg tud csinálni a legalapvetőbb szerszámok megvásárlását követően. A következő szint az Advanced Build. Itt már színre lép a különböző festékek, tehát különböző alapanyagú festékek, panelfestékek, befolyatós festékek, lak. Ezeket általában ezen a szinten még ecsettel visztük fel, illetve vannak úgynevezett Gundam markerek, ezt a japánok találták ilyen festékkel töltött filctollak igazából,
amivel az ecsetet helyettesítve a különböző alkatrészeket le lehet festeni. Ezen a szinten általában a sorják lecsőszalása után, tehát azokat a sorjákat, amiket a kivágás után maradnak, érdemes lecsiszolni, összetben nézzen ki, és a gyávilag színkorrekciós matricákat, ha lefestjük, akkor még szebben fog kinézni a robotunk, mint ahogy alapból a dobozból kijönne. Illetve a különböző páncélok és körvonalakat ilyen befolyatós festékkel szoktuk kihúzni, tehát a képeken, hogyha látjátok, nem tudom mennyire látszik, a fekete vonalak azok nem meg vannak rajzolva, hanem azok festékkel, ilyen befolyatós festékkel vannak megoldva, illetve kapnak egy végső lakréteget, ami mind a festéket is megúvja, mint pedig a kinézete is hozzátesz, mert egy ilyen mattos, matterű felszínt hoz létre a műanyagon. Hát és az utolsó szint a custom build-nek hívjuk, igazából itt már határa csillagos ég, tehát itt már nem tennénk különböző fokozatokat, itt is van alapabb, meg legeslegmagasabb szint. Itt a festéket már általában airbrush-ra szoktuk felvinni, különböző műanyaglapokból, műanyag kiegészítőkből pakolunk fel plusz alkatrészeket, koszoljuk a készleteket, tehát hogy aki szeretné, hogy mondjuk valamilyen csata jelenetben valósághűen nézzen ki, akkor különböző ilyen por és folyós festékekkel koszolást lehet csinálni. A páncélokra különböző vonalakat fel lehet karcolni, a panelkarcoló vésők segítségével, amivel olyan hatást lehet kelteni, hogy egy alkatrész többből áll, tehát ilyen páncélhatároló részeket lehet felvinni. Illetve itt jön be, amit Szabi is már említett korábban, a kitbes, ami igazából annyit jelent, hogy elkezdesz vele legózni. Tehát fogsz 2-3 azonos méretű kitet, és a gyártó, a Bandai nagyon okosan úgy csinálta meg ezeket a maketteket, hogy nagyon magas szinten kompatibilisek egymással, tehát a kezüket, lábukat, fejüket át tudod cserélni egyik készletről a másikra, akár különböző páncélelemeket is fel tudsz tenni kisebb-nagyobb probléma nélkül egy másik készletre. Illetve tudsz magadnak műanyagból saját alkatrészeket csinálni, ezt hívjuk Scratch Build-nek. A ledeket is szoktak már ezen a szinten beépíteni, tehát nem azokat a gyári ledeket, amiket a Master Grade kitekhez adnak, hanem vannak olyan elvetemült emberek, akik saját maguknak forrasztanak különböző ledes megjelenítéseket egy ilyen képbe, illetve diorámában is szokták ezeket használni. A ledezés azért tegyük hozzá, hogy amit korábban említettem, Master Grade esetben, hogy vannak gyári ledek, a kettő között az a különbség, hogy amikor gyárilag adnak egy kithez ledeket, ezeknél úgy van már kialakítva maga a makett is, hogy megvan hagyva neki a hely. Viszont vannak olyan, ahogy Gábor fogalmazta, elvetemült arcok, akik képesek kis kézi fúróval, szikével, vésővel addig forradni, fúrni a belső vázát egy-egy egységnek, amíg a dolgozást és a ledeket bele tudják operálni. És beszéljünk egy kicsit arról, hogy oké, hogy most megcsináltuk a gunplankot, de mit lehet ezzel kezdeni? Kirakni a polcra, vagy mi haszna van annak, hogy én most csináltam egy robotot? Szabi, kérlek. Egy kicsit túlszaltam. Igen. Ugye a gunplank makettekkel kapcsolatosan alapvetően ugye itt is vannak versenyek. Jelenleg a hazai makettversenyeken még nem vagyunk annyira jelen elterjedt mértékben, bár ennek a változtatására rajta vagyunk a jelenlegi esetben is. Ugye ezek a képek például két külön versenyen készültek. Az egyik az a csoportunk által szervezett kis házi verseny volt a Tuan könyvkiadó klubhelyiségében, a másik pedig a PSMK nevű nemzetközi makettverseny volt, amelyről szerintelenség nélkül mondhatom, hogy mind a ketten elég kedvező eredménnyel távoztunk. Ugye vannak még úgynevezett online versenyek is, ilyet idehaza is szerveztek, illetve most legutóbb egy külföldi online versenyen indult el Gábor és a csapatunk két tagja, méghozzá a fönt látható úgynevezett Team Blue valccal, ami konkrétan ugye átfestés, illetve némi kitbes után született végeredménnyel
27 indulóból, ha jól tudom, az előkelő első helyezést hozták el. Tehát 27 csapat, tehát ez egy csapatverseny volt, 27 csapatból lettünk az elsők. A verseny érdekesség egyébként, hogy Japántól Amerikáig terjedő Gunpla Builders Association volt a szervezője. Egyébként maguk ez a három unit, ha jól láttam, a kiállításon meg is tekinthető ott nálatok a tornateremben. Igen, és amiket eddig mutogattunk a képeket, annyira nem jön át a vetítésen, tehát ezek a snap build kitek, meg a custom buildekből is hoztunk egy párat, a tornateremben meg tudjátok tekinteni őket. Igen, és akkor ha már így szóba került korábban ugye a verseny, akkor a Gunpla Maquette versenyek csúcsa pedig nem más, mint ugye a Gunpla Builders World Cup. És hát itt most ugye ezek azok a képek, amire korábban utaltam, hogy itt látszik, hogy az ázsiaiak milyen szintre vitték az egyes kiteknek az újragondolását és átdizájnolását. Ugye itt például a bal oldalon látható egy harci jelenet dioráma, ugye a maláziai induló a 2019-es versenyen, mellette pedig egy kínai versenyző a kínai fordulóból. 19-ben a kínai befutó nyert. Illetőleg ugye a következő szintén, megint a bal oldalon, a vietnámi verseny 2019-es bajnoka, illetőleg a jobb oldalon pedig egy olyan koncepciót láttunk, amelynek az érdekessége, hogy jól emlékszem, ő volt az ifi kategóriának a bajnoka. Igen, tehát ebben a versenyben is van felnőtt és ifjúsági kategória, az ifjúsági pedig azt jelenti, hogy 15 év alatti korosztályon lehet csak nevezni, tehát a jobb oldalit azt egy 15 év alatti, tudom, hogy japán kisfiú csinálta. És igen, a következő lépés pedig ugye maga az, hogy mi van akkor, ha mi nem gyűjtői darabokként, vitrin lapóként szeretnénk ezeket hasznosítani. Ugye idehaza is ismert jelenség az úgynevezett tabletop wargame, mint társasjáték forma, amikor kifestett figurákat hadseregekbe rendezve terelgetnek, illetve csatáznak egymással a játékosok. Az igény itt is felmerült, erre ugyan hivatalos kiadású szabályzat nincs még, de például már a neten megtalálható ez a házi fejlesztés úgynevezett Gundam Skirmish, ami kifejezetten ezt veszi alapul. Általában HG méretű kiteket, mert ugye ezek olcsóbbak, illetve hamar összerakhatók, használnak fel a játékhoz, és ugye a szabályrendszer szerint megvívják a egyes ütközeteket, akár a történetben látott csaták újra gondolását is. És igen, az utolsó pont ugye a gyűjtő szenvedély, ugye mint említettük, ez elég addiktív tud lenni, ha valaki úgy istenesen rákattan. Én még szerencsére az alsó fokát súrolom ennek a létrának, de már én is megkaptam, hogy még egy-két doboz bemerek hozna a lakásba, akkor a macskával alszok a teraszon. Amennyire tudom, de Gábor, téged is... Nem baj, majd a dobozból építünk házat, és majd ott lakunk. Így van, téged is már megígérték, hogy mehetünk a híd alá, a dobozokból legalább tudunk hajlékot építeni magunknak. Ez egyébként itt csapatunk egyik tagjának a gyűjteménye a középső fényképen. Hát, köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük a figyelmet, mi voltuk a Hundam Meha. Ha esetleg érdekel benneteket ez a hobbi jobban megismernétek, akkor a tornateremben láttok egy kis kiállítást, a képeken szereplő pár kitet ott is meg tudjátok tekinteni közelebbről. Köszönjük!